Mai epizódunk címe: mi történt a 346 XP-vel? Ugye ebbe elméletileg nemrég egy új dugattyú került, úgy került hozzá, és ugye kivittem az erdőbe, 2-3 vágás után, 2-3 vágás után meghalt, tehát eltűnt belőle a kompresszió, amint látható. Úgyhogy ennek járunk a végére. Az igen. Gyertya van benne. Méghozzá 20 kvarna gyertya. Frankon kiégve. Frankó levegőszűrő. Ilyet még amúgy sose szedtem szét. Biztos lekapom róla a vezetőm ezt is, hogy könnyebb legyen vele bánni. Aztán megnézzük, hogy mi van a henger, illetve mi történt vele. Jó kis mérges gép amúgy. Ameddig jó. Borzasztó jó. De hosszú ez a vezetőlemez, ez a kasálynak a vezetőlemeze amúgy. Ez a regon. Teljesen jó rá. Haftól láztól megszabadítottuk. Na nézzük, hogy jön ez a karburátor. Aha, látom. Van két csavar. Először ezt kéne gázrudazatot hatástalanítani. Ez megtörtént. Ez hatástalan. Kivesszük ezt a műanyag betétet, ami nem akarja az igazat. Be van gyógyulva. Kijött. Egy csavar. Ugye hozok ide egy ilyen mágneses tepsit. Aztán majd abba rakjuk a csavarokat. Hogy ne veszenek el. Nem tudom, mennyire látszik, nem tudlak beljebb vinni benneteket, bent vagyunk teljesen. Ja. Nem akarnám hosszúra húzni tényleg, meg vágni se, hogy nagyjából látszódjon, mennyi ideig tart ennek a gépnek a szétkapása. Hogyha esetleg elvizitek szervízbe, lássátok, hogy mennyi idő egy fűrész szétberhelése, mert lehet, hogy azt mondják, hogy hú, dolgoztunk rajta 10 órát. Na jó, ilyet úgysem mondom. Vicc volt. Szerintem egy gépet negyed óra alatt szét lehet kapni, de majd most mondják, hogy mondom, én még ilyet nem szedtem szét soha. Ez az első találkozásunk. Ez a kormányrugó. Nem is szedem tovább, elfér az ott bent. Az Auspuff. Hát, nem tudom, hogy a fékkart egyszerűbb leszedni. De szerintem lehet, hogy az lesz. Lekapom a fékkart. És akkor kipufogóval együtt lehúzom a hengert. Mert most bele is nézhetnék, de most nem belenézni akarok, hanem megnézni a dolgokat. Szeretném a dugattyút a kezembe tartani. Illetve a hengert is szeretném. Hát na.
kevesebb csavart kell kiszedni. A fékkar, uff! Ugye a fékkarat ezt is kioffolom, hogy el ne vesszem. Kipufogó csavar van itt egy. És akkor még a négy henger tapcsavar marad. Ez bele volt ragasztva, úgy látom, hogy valami piros van rajta. Gondolom csavarrögzítő. Hú, ez jó hosszú csavar lett. Nem tudom, mit lehet látni. Nagyjából látjátok. És akkor már nem marad hátra más, mint a négy henger talp csavar. Egy. Szeretem, amikor ráragad a kulcsra, és akkor ki tudom húzni, de nem mágneses a kulcsom. Hát nem, mindegy. Már kijön a hengerrel. Ez a második. Amúgy egy henger szett rá olyan 25 ezer forint DMT-ből. Lehet, hogy az lesz. Már akivel, akitől szereztem ezt a gépet, azt mondta, hogy természetesen vállalja érte a garanciát, tehát most ez a nem az én saram lesz, bármi van a géppel, ezt ő állja, hogy mármint a javítást. Mindjárt fel is töltöm és megnézheti, hogy mi történt a vadi új dugattyúval. Elméletileg vadi új gyári dugattyú lett beletéve. Hát nem tudom. Illetve olyan ember mondta, aki megbízható. Ajjaj, még vannak cubehőrök. Ez még egyszerűen nem fog lejönni, mert ez a műanyag. Itt van a hengerünk. Hát nem túl rózsás. És itt van a dugattyúnk. Hát igen, ez oda lett. Nem kicsit, de legalább nagyon úgy, hogy marad a hengerszett csere. Ennek a dugónak oda lett. Sajnos még a csavarokat. Picike fogó kéne, de most olyan nincs. Nagy buta fogóval kiszedjük az égergyűrűt. Az égergyűrű, ezt ide bele tapasszuk ebbe a mágneses kis tartóba. Kitoljuk a csapszeget. Arra alkalmas dologgal. Most ez jelen pillanatban. Négyes ingusz. Görgőt is. Hát kis pajtások, ezért nem volt kompresszió. Hát nem tudom, hogy ez új volt ez a dugattyú, azt mondta, hogy új volt, hát annyira nem tűnik újnak, de majd ezt négy szem közt megvitatjuk. Tehát itt veszett el a kompresszió. Látjátok, ez meg van sülve, beletapadva a gyűrű a dugóba. Ezzel nem is nagyon érdemes tovább foglalkozni. Na, hány perc volt a szétszedés? 10 percnél járunk, és ugye
már látjuk a belsejét. Hát igen, az a henger is. Mindjárt keresek valami világító eszközt. Mondjuk egy telefont. Próbálom megmutatni, hogy a henger is egy kicsit oda lett. Össze van egy kicsit karistolva. Na úgyhogy rendelek rá majd hengerszettet a kertmotortól. 25 ezer mindennel. Még talán gyertyát is adnak. Azt még megpróbálhatnám ugye, hogy a gyűrűt kibográszom, meg egy kicsit megpolírozom. De hát ez nagyon nagyon-nagyon oda van. Meg nem biztos, hogy ez annyira új gyári dugó volt. De hát ezen nem fogok én vitázni. Az a lényeg, hogy de szép. Na, fel is nyomom ezt a videót, nézzétek sok szeretettel.